Sziasztok! Emlékeztek rá, hogy a mai Baros-ligetet hívták egy időben Dózsa-ligetnek is? A parkot a vasútállomás 1890-es megépítése után alakították ki azért, hogy a pályaudvarról érkezők kellemes benyomást szerezzenek, míg beérnek a belvárosba. A ligetet a Zalaegerszegre látogató és a vasútállomást felavató Baross Gábor kereskedelmi miniszterről nevezték el, de a kommunista diktatúra időszakában nem tarthatta meg a miniszter nevét, így lett 1948-tól Dózsa-liget, de 2015-ben visszaadtuk az eredeti elnevezését a parknak. A zalaegerszegiek körében egyébként népszerű volt a liget, az 1930-as években a nyugdíjasok sétáló kaszinójának nevezték. Idővel vendéglő épült a fák közé, később a közeli kórház különböző osztályai kaptak benne helyet, például a szülészet, egyébként édesanyám is itt született 1953-ban, az 1980-as évektől pedig ismét vendéglőként működik. Legközelebb a Békeligetről mesélek majd nektek, és ne felejtjétek, nekünk Zalaegerszeg a szenvedélyünk.